A 2022-es év utolsó képviselőtestületi ülése alkalmával 17 napi rendi pont megtárgyalása várt a képviselőkre Dombováron. Azt gondolom, mind a 17 pont a maga módján fajsúlyos volt, de vannak kiemelkedő napi rendi pontok a mai napi ülésén. Első napi rendi pontként elfogadtuk a város gördülő fejlesztési tervének a módosítását 2023-tól 36-ig, majd ezt követően felülvizsgáltunk néhány rendeletet, köztisztségviselői életmény alapot is többek között. Azt gondolom, hogy eljutottunk arra a pontra, és erről őszintén kell beszélni, amikor az energiaárváltozások és egyéb alapanyagárak mentén január 1-től ugye a szolgáltatók közvetítési díját emelte az önkormányzat felé, ezért jó magunk is kénytelenek voltunk egy picit felülvizsgálni a szülők által fizetendő térítési díjakat. Azt gondolom, hogy az a 30% nyersanyag norma, ami érvényesíthető a szülők felé, és megjelenik a számokban, azt tudom mondani, hogy 20-30 forintokat jelent térítési díjonként naponta, tehát igyekeztük a lehetőleg optimálisabb és humánusabb megoldást elfogadni és választani. Természetesen meghatároztuk 2023 évi munkatervünket, ami egy kötelező napi rendi pont volt. Elfogadtuk a 2023 évi rendi naptárunkat, amiben semmi új dolog nem került bele, pont ugyanolyan, mint a 2022-es volt. 2023 évi belsőnösi tervét is elfogadta az önkormányzat, és én nagyon fontos, hogy a prudenciális szabályok betartása mellett működjünk, és semmiféle államháztartási törvényszegés ne kövessünk el. November közepétől ideglenesett több postahelyen is felfüggesztette szolgáltatását a Magyar Posta, köztük szerepelt az újdombovári is. Ezzel nem értett egyet a város vezetése, és lépéseket tettek annak érdekében, hogy újra kinyisson a sokak által igénybe vett hivatal. Ezek a tárgyalások elkezdődtek, és azt gondolom, hogy lakosság szempontjából nyugvópontra helyeződtek, hiszen úgy döntött a képviselőtestület, hogy vállalja azokat a költségeket, amelyek mentén egy szolgáltatási díj megfizetése után a Magyar Posta január 1-jével újból megnyitja kapuit és várja az újdonvárjakat, illetve bárkit, aki abban a postában szeretné ezt a szolgáltatást igénybe venni. Nyilván ez egy 18 hónapos szerződés, ami azt jelenti, hogy 2024. június 30-áig ez a posta egész biztos, hogy fog működni. Nyilván az, hogy ennek mennyi az ára és miért ennyi az ára, ez azért némi aggodalomra ad okot, hiszen aránytalan nagy költségeket ró az önkormányzatra, hiszen 22,4 millió forint plusz áfát kell megfizetnünk, ami, hogyha megnézzük, gyakorlatilag több mint 2 millió forintot fog kitenni. Én nagyon remélem, hogy ezek a tárgyalások elkezdődtek, eljutottunk odáig, hogy aláírom a szerződést, kinyílik a posta, de azt gondolom, hogy árkérdésben semmiképpen ezek nem tekintetőek lezártnak, hiszen egy picit úgy érzem, hogy a fallozótunk állítva az időrövidsége miatt, és hiszem, hogy racionális, konstruktív együttműködés mentén ebbe az árba egy picit azért tudunk faragni is, hiszen azért ez azt gondolom, hogy aránytalanul magas. Zárt ajtók mögött döntöttek a képviselők Dombovárváros önkormányzata és intézményei részére a 2023-as évi villamosenergia, illetve földgázellátás beszerzéséről. A zárt ülésen sem titkokat tárgyalt, csak miután versenyből hirdettünk eredményeket. Itt két nagyon fontos eredményhirdetés megtörtént. 2023 évre megvan a villanyszolgáltatója a városnak, és megvan a gázszolgáltatója is. Reménykedtünk benne, hogy a végső menedéki státuszból, hogyha kikerülünk, és részt veszünk a központosított állami beszerzésben, sikeresen fogunk eljárni. Remélem, hogy ezek az árak, amelyeket most sikerült elérnünk, kigazdálkodhatók lesznek a város költségvetéséből, és sehol nem kerül sor majd ellátás megszüntetésére. A napi rendi pontok között ugyan nem szerepelt, de Dombovárváros polgármestere a nemrégiben helyben elérhető mammográfiás szűrőbusz látogatottságáról is beszámolt stábunknak. Azt hiszem, hogy egy példátlan összefogás sikerhez vezetett. Mindazok ellenére, hogy a 16 településből néhány elenyésző számú az elején még nem kívánt részt venni ebbe a partnerségbe, de pont a tegnapi nap folyamán, miután ők is azonosultak azzal és szembesültek vele, hogy az ő településükről is hány hölgy vette igénybe ezt a szolgáltatást, eldőlt a sor csak és aláírta mindenki a szerződést. Nyilván nagyon fontos, hogy az elmúlt 4 hétben több mint 1000 résztvevő jelentkezett. 1000-rel számoltunk, és pont ezerre néztem meg az összesítést, azt hiszem 21-jel voltak többen, úgyhogy szeretném megköszönni a szolgáltatónak, és hogy az utolsó 21-nek is szűrését is elkövette. Hiszem is, remélem, hogy ez a történet tovább fog folytatódni, hiszen ez egy nagyon fontos megelőzési vizsgálat, és azt is hiszem, hogy
kedvező feltételekkel, most az önkormányzatok részéről mondom, és hosszabb időintervallumban, vagy évente akár kétszer is ez a busz meg tudja menni Dombváron, és a környékbeli hölgyeknek tudja nyújtani ezt a szolgáltatást.